A Művelődési Központ kamaratermében emlékezett ma a város a trianoni békeszerződés aláírásának 102. évfordulójára. 102 éves történést idézünk ezen alkalommal. Egy gyógyíthatatlannak bizonyuló tragédia nyomja gondolkodásunkat. Milyen különös. Ez az egy tragédia volt a magyar történelemben, de ott volt itt tatárpusztítás, Mohácsi vész, 1849-es lezíratás, és itt van viszonylag közelünkben 1956. Ráadásul 1849 és 56 lezítói részben ugyanazok, és a szereplők benne vannak a napi politikában. De a mai napom számomra az a legfontosabb kérdés, hogy a sok tragédia közül miért Trianon következményei forronganak leginkább bennünk. Azt hiszem, a magyar történelem ismeretére itt volna legnagyobb szükség. Nem az átértelmezetre, hanem az eredetire. Benne olyan apróságokra, és ezt az apróságot erősen idézőjelben mondom, mint ahogy Ady Endre 1919-es halálakor életének utolsó szavaként ezt a szót mondta a pesti ligeti fasori szanatóriumban: Erdély. Erdély. Látta, érezte, hogy mi lesz. Aztán, amikor az elcsatolás bekövetkezett, két óriás szellem szembe ment az áradattal. Ide menekült, akkor már határokon túlinak bizonyuló magyarok 400 ezer éltek éveken át a pesti vasúti végállomások és csomópontok mellékvágányaival állított vagonokban. Éhér Gyula írta ezt a Beatrice apródja című dokumentum regényében. Két óriás férfiú azonban szembe ment az áradattal, és a kijelölt sorsból megpróbált új magyar életet teremteni. Az egyik a szintén apónak született Benedek Elek volt, a magyar országgyűlés képviselője, akinek haja szála sem görbülhetett volna, ha Pesten maradt, de 60 évesen inkább erdélyi szülőföldjét választotta, hogy ott még nemzedékeket neveljen fel mesékkel, mondákkal, igaz történetekkel. A másik ilyen férfiú Kós Károly volt, aki miután megtervezte, felépítette többek között a Városmajor utcai iskolát Budán, a tisztviselőtelepet Kispesten és az állatkertet a Városligetben, tele volt megbízásokkal, mégis felült a vonatra Sztán felé. Ment, hogy lelket leheljen hulló népébe. Kiáltó szóval írta és mondta, hogy a rettenetből is fel lehet bocsúdni. Magyar pártot szervezett, vállalta az örök üldözöttséget, hogy aztán építészként csak istállókat építsen, vagy templomi mentőmunkát végezzen. Hol is vannak ma az ilyen emberek? És voltak tisztelőik és követőik. Hol vannak? A tragédia évfordulóján talán lehet a gyász emlékeit előhívni. Nem igen voltak olyan temetések Erdélyben, mint kettejüké. Erek apó Csillaga Tamási Áron búcsúztatójában fégett fel. Tamási azt mondta, idézem, végigcsinálta az isteni játékot, jobban és igazabban, mint Erdélyben bárki. Hős volt, bátor és igaz, ennek a földnek egyetlen szemünk előtti vértanúja, testvére a régieknek, akiket úgy szeretett, Apácainak, Mikes Kelemennek, Kőrösi Csomának, a keveseknek, az örökké élőknek. Istenem, olyan boldog vagyok, hogy ölelhettem, mi közöttünk járt, hogy nézhettem őt, a tiszta férfiút, az útmutató nagy fát, az embert az emberi, erdélyi embertelenségben, akinek teste igévé lett az elmúlt éjszaka. Kós Károly temetésére kivonult egész Kalotaszeg. Néma tüntetés volt. Olyannyira, hogy feltűnt az állambiztonságnak, a hírhet szegnak. Kós Károly lányát fogták vallatóra, ki szervezte ezt? A válasz ennyi volt. A halott. Döbbenetes szó. Mindent elsöprő.
Azóta a szomszédos országok magyarsága majdnem a felére csökkent, a magyar-magyar viszony eléggé hullámzó. Rövid és enyhe javulás után a szomszédokkal való kapcsolatunk sem mondható igazán támogatosnak. De például Benedekelek, Kóskároly féle emlékek reményhez segíthetnek bennünket. Reményt kívánok az emlékezőknek a Nemzeti Összefogás napján. Köszönöm, hogy meghallgattak. A város polgármestere után dr. Anka László, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos munkatársa mondott emlékező beszédet. Hazánk az első világháborúban óriási áldozatot hozott a győzelem érdekében. Elesett 700 ezer katonám, a hátországban jegyrendszer, rekvirálások próbálták az élelmezési gondokat enyhíteni. Sztrájkok és nyersanyag hiány miatt is leálltak a gyárak. A délvidéki szerbeknek és az erdélyi románoknak a háború lehetőséget kínált arra, hogy anyaországaikhoz csatlakozzanak. Rendkívüli feszültséget okozott a nemzetiségi kérdés. A világháborúról kiderült, nem villámhadjáratok, nem egy nagy csata fogja eldönteni, hanem az, hogy melyik katonai szövetség bírja magát tovább tartani a frontokon, és az ezzel járó szenvedéseket a társadalom hogyan viseli el. Az Amerikai Egyesült Államok hadüzenetével az Antant felé billent a mérleg nyelve. Olyan katonai és gazdasági potenciállal lépett a háborúba, amivel szemben a központi hatalmak nem tudtak újabb emberi és anyagi erőforrást felsorakoztatni. Az Antant diplomácia rengeteget tett azért, hogy körülzárja és összeroppantsa a központi hatalmakat. Ennek érdekében vezetői bárkinek megígértek, aki hajlandó volt mellettük harcolni. Szerbiának ígérték Bosznia-Hercegovinát, Dalmáciát, Ausztria testéből, valamint a magyar királyság részét képező Fiumei, Horváth, Szlavón, Szerénységi, Vajdaság területeket, hogy a harcokban kitartsanak, és ne kössenek velünk külön békén. Olaszországnak ajánlottak fel a monarchia területeiből jelentős részeket, ha az oldalukon belép a háborúba, amivel újabb front nyílna, és a központi hatalmak attól összeomlanának. Az olasz támadás tovább összeomlás azonban elmaradt. Ezért Romániának ígérték Erdélyt, a Parciumot, a Tiszán túl egy részét, hogy támadjon rá Magyarországra, háthattól a monarchia megsemmisítős vereséget szemben. Viszont az 1916-os őszi csatákban az olaszok lettek elverve, még Bukarestet is elfoglaltuk, és külön békére kényszerítettük a románokat. A történelmi Csehország évszázadokkal korábban megszűnt önálló államként létezni, csak a Habsburg birodalom egyik tartományát képezte. A háborúban a monarchia cseh katonái tömegesen álltak át az ellenséghez, és harcoltak saját uralkodójuk ellen. Emigráns cseh politikusok pedig a monarchia feldarabolása mellett agitáltak. Ezt jutalmazandó, az Antant hadviselőfélnek ismerte el korábban nem létező Csehszlovákiát, és neki ígérte a Csehmorva területeket és a magyar felvidéket. Ha vetünk egy pillantást Csonka-Magyarország határaira, látnunk kell, a fent említett ígéretek betartása vezetett oda, hogy Magyarország területének kétharmada Csehszlovákia, a délszláv és a román királyság impérium alá került. De ne siessünk ennyire előre az események vonalával. A brit és francia miniszterelnök úgy gondolta, hogy a vesztesekkel kell megfizetni a győztesek minden szenvedésének árát, nem szabad velük tárgyalni, csak közölni kell a legyőzöttekkel a békefeltételeket. Ekkor a győzelmet arattak, hogy ezt megtehették. A békekonferencia a vesztes államok képviselete nélkül vette kezdetét. Megkezdődött a győztesek egymás közötti osztozkodása. A békekonferencia úgy ülésezett, hogy ott Magyarország semmilyen képviselettel nem rendelkezett, mert hazánk vesztesnek számított. Róluk döntöttek nélkülük. Az önmagát Antant barátnak deklaráló Károly Mihályt nem kezelték partnerként. A hatalmat megragadó kommunistákat a tanácsköztársaságot sem hívták meg a tárgyalásokra. Úgy vélték, a kicsi bolsevista államnak nincs elég emberi anyagi tartaléka, hogy a cseh, román és szerb seregek által elszigetelten gazdasági és katonai értelemben sokáig kitartsa. Reálisan látta.
A magyar vörös hadsereget a románok szétverték, mire a Commune összeomlott. Augusztusban a Friedrich István vezette Habsburg barát legitimista ellenforradalmi csoport szerezte meg a hatalmat Budapesten. A békekonferencia által életre hívott új közép-európai országok a feldarabolt Habsburg birodalom utódállamai voltak, és nem engedhették meg, hogy bárhol hatalomra kerüljön egy Habsburg párti kormány, amely az új államokkal ellentétben kísérletet tehet a monarchia visszaállítására, megkérdőjelezve az utódállamok létét. Ezért elfogadhatatlanná vált számukra a Friedrich kormány. Friedrich István azonban hónapokig makacsul kapaszkodott a miniszterelnöki bázsonyszékre, nem volt hajlandó lemondani. Mindeközben Budapestet, a Dunántúl északi részét és a Dunatisza között a románok tartották megszállva. Fosztogattak, rekviráltak, túlszedéssel, botozással, kivégzésekkel, nemi erőszakkal terrorizálták a lakosságot, elhajtották a jószágot, elvitték a gyárak felszerelését, gépjárművek, mozdonyok, vasúti kocsik tömegét. Itt Cegléden a huszárlaktanyában tartottak fogva embertelen körülmények között több ezer vörös katonát, és követtek el atrocitásokat a városban, rongálták meg a középületeket. Az országban a nemzeti hadsereg volt az egyetlen fegyveres erő, amely képes volt a belső rend fenntartására, a kommunisták féken tartására. Az Antant ide küldött megbízottjai felismerték, a nemzeti hadsereg nélkül egyetlen kormány sem képes tartani magát. Így vált a hadsereg fővezére Horthy Miklós a helyzet kulcsfigurájává, és lett nyilvánvaló, hogy személye megkerülhetetlen lesz a jövőben. Ezt tudomásul vették a politikusok, a fővezér pedig elfogadta Huszár Károly koncentrációs kormányát. E kormányt a békekonferencia is elismerte és meghívta Párizsba. A meghívó szövegéből kiderült, nem tárgyalásra, csak a békeokmány aláírására szólt a meghívó. Mikor a magyar küldöttség megérkezett Franciaországba, rögtön szembesültek azzal, hogy nem partnerként, inkább fogolyként kezelik őket. Átnyújtották Aponyi-Albertnek a békeszerződés szövegét. Egyetlen napot adtak arra, hogy áttanulmányozza és szóban megtegye észrevételeit. Így került sor Aponyi híressé vált védőbeszédét. Felhívta a döntéshozók figyelmét, hogy a megadott feltételek mentén húzzák meg az ország új határait, akkor 3,5 millió magyar kerül idegen állam impériuma alá. Ezzel viszont sérül az a nemzetiségi elv, mert a békekonferencia és főleg Wilson amerikai elnök hangoztatott. Azt kérte, az elcsatolandó területek lakossága népszavazással dönthesse el, hogy melyik államban kíván élni. Arra is figyelmeztetett, Közép-Európában évszázadokig Magyarország volt az, mely fel tudta tartani az Európát keleti irányból fenyegető veszedelmeket. Arra gondolt, csak egy erős magyar állam tudja az orosz bolsevizmusnak útját állni. Gazdasági földrajzi érvekkel is igyekezett a területi integritást védeni. Az ország közepén vannak az élelmiszertermelő alföldek, a centrumban fekszik a főváros, mint gazdasági központ, innen futnak ki a vasútvonalak. Ezt veszik körbe a hegyvidéket, ahol az ásványok, erdők, bányák találhatók. A végeken erednek a folyók, melyek a központ irányába folynak, mint természetes kereskedelmi útvonalak. Ha a vasútvonalakat, folyókat keresztben elvágjuk, a bányavidéket és a mezőgazdasági régiókat szétszakítjuk, akkor gazdaságilag életképtelen utódállamok keletkeznek. A védőbeszéd után a brit miniszterelnök a határon túlra kerülő magyarok millióiról kérdezett. Erre Aponyi Albert elővette a híres örös térképet, és mindenki láthatta, olyan régió tartományunk elcsatorására készülnek, amelyeken egész tömbben élnek magyarok. Világossá vált, hogy a csehszlovák román szerb propaganda, amelyet maga a britek és a franciák pénzeltek, éveken keresztül hazugságban alapult. 1920. májusában megkaptuk a békeszerződés végleges verzióját. Azzal kellett a békedelegációnak szembesülni,
hogy a győztesek semmilyen engedményt nem tettek számunkra. Ekkor egyik néhány napos vita alakult ki arról, hogy ezt a diktátumot el szabad-e fogadni. A Simonyi Semantan Sándor miniszterelnök vezette kormány úgy döntött, vállalják az aláírás ultimumát. Tudatában voltak a miniszterek, hogy az ellenséges csapatok által izolált csonka ország nem képes önmagát fenntartani gazdasági és élelmezési szempontból. Az aláírás megtagadása pedig könnyen maga után vonhat egy olyan katonai megszállást, mint amilyen a román volt 1919. augusztusa és novembere között, amikor a fél országot kifosztották és terrorban tartották. Ennek kockázatát senki nem merte vállalni, főleg úgy, hogy a román megszállás egy csehszlovák és egy szerb előrenyomulással és megszállással is kiegészülhetett volna. Ilyen előzmények után került sor a békediktátum aláírása 1920. június 4-én. Trianon tragédia volt. Ha a veszteség számaiból indulunk ki akkor is, ha az emberi oldalt, szétszakított családokat nézzük, akkor még inkább. Bethlen István és Krébezberg Kuno munkásságának köszönhető, hogy az 1920-as években talpra tudtunk állni, és néhány év alatt leköröztük gazdasági és művelődési téren a világháborúban győztesnek számító Romániát és Jugoszláviát. A helyzet adott, a történelem órája, óramutatója nem visszatekerhető. Az egyetlen járható út az, ami ma történik, a határon túli magyarok nemzeti integrálásáért. Ezt a gazdasági, kulturális programot már 100 évvel ezelőtt 1920 tavaszán is meghirdették, de sajnos csak 10 éve kezdték végrehajtani. A határon túliak a kettős állampolgárságnak köszönhetően ismét büszke magyarok lettek, ismét együtt vagyunk, véráldozat és háborúk nélkül. Arra emlékezzünk, hogy határoktól függetlenül van közös múltunk, a trianoni tönkretétel ellenére van közös jelenünk, és ami még fontosabb, van közös jövőnk. A nemzetet próbára tevő történelmünk predesztinál arra, hogy kijelentsük, nekünk magyaroknak van közös jövőnk. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Műsort a Cegléri Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Technikum 11. B osztályának tanulói mutattak be. Zenés és irodalmi szemelvények mellett felelevenítették a békediktátum előzményeit és hatásait is. A trianoni békediktátum. Magyar történelem egyik legfájdalmasabb eseményéhez fűződik. Nem elsősorban azért, mert ennek értelmében Magyarország elveszítette területének és nemzeti vagyonának mintegy kétharmadát, hanem azért, mert az elcsatolt területeken több mint 3 millió magyar is élt. A magánéleti tragédiát, legyen szó családi viszályról vagy egy balesetről, minden ember nehezen dolgozza fel. A nemzeti tragédiát egy nemzetnek kell feldolgoznia. A megemlékezés végén félárbócra eresztették a trianoni békediktátum 100. évfordulójára állított országzászlót, majd az emlékműnél koszorúval emlékezett. Cegléd város önkormányzata, a Fidesz ceglédi szervezete, a Mi Hazánk mozgalom és a Magyar Önvédelmi Mozgalom, a Momentum ceglédi alapszervezete, a Ceglédi Szakképzési Centrum, a Ceglédi Tankerületi Központ, a Református Általános Iskola és Óvoda, valamint a Református Egyház, a Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképzőiskola, a Ceglédi Városi Könyvtár, valamint a Kárpát-medencei Vitézi Rend.